Tisztelt zsűri, kedves közönség, diáktársaim! Belegondoltak már abba, hogy hol tartana a mai világ, ha még mindig egy éles követ vagy csontot használnánk a dárda hegyeként, fegyverként, avagy vágóeszközként? Ha még mindig nem találták volna fel a kereket? Mi lett volna, ha egy fogadás alkalmával nem kezd el az első gőzzel hajtott jármű elvéről gondolkozni egy angol fiatalember? Mit szólnának, ha esténként még mindig gyertyafény világítana az otthonainkban? Szélsőséges példákat hoztam, de úgy gondolom, ezek lesznek a segítségünkre abban, hogy rádöbbenjünk, mennyire is fontos szerepe van az evolúció és a mi fejlett világunk történetében a tudományoknak. Hazudnánk, ha azt állítanánk, hogy nem töltik ki mindennapjainkat a különböző tudományok vívmányai. Ezzel együtt felmerül bennünk a kérdés, hogyan tudnánk mi, modernkori emberek ezen találmányok nélkül élni. Egészen biztos, sokan rávágnak azt a választ, hogy nem tudnánk nélkülük élni. De ha egy kicsit jobban belegondolnak, hogyan tudott élni és vadászni a neandervölgyi ember svéd acél bevonatú kés nélkül? Hogyan tudott elektromos égők nélkül tájékozódni a barlangjában? Hogyan tudott egyáltalán létezni? Nekünk már felfoghatatlan az, amiben akkor és ott éltek az őseink. Nekik mindez már természetes volt. 2015-ben, az okostelefonok világában, amikor már tulajdonképpen a telefon okosodik, mi megbutulunk, játsszunk el a gondolattal és közben vonjunk párhuzamot az őseink, illetve a mostani emberek között. Önök mit találnának fel? Mi az, ami hiányzik az életünkből? Mivel tudnánk még könnyebbé tenni a létünket? Valahogy az ősember is így gondolkodhatott. A tudomány gyökerei keserűek, de gyümölcsei édesek, szól az idézet Arisztotelésztől, és mennyi igazság van benne. Vörös Marti szavait segítségül hívva feltehetjük magunknak a kérdést. A könyvek által ment-e a világ elébb? És nyugodtan vizsgálhatjuk ezt a kérdést a tudományokra vetítve is. Bátran állítom, igen, ment a világ elébb. De kérem, ha csak egy pár másodpercig is, de gondolkozzanak el rajta. Ez a jó létünket szolgálja? Amikor emberek milliói különféle okok miatt nem tudják ezeket a javakat használni, akkor ez hozzátesz valamit is a boldogságunkhoz? Boldog vagyok én, ön attól, mert hiper-szuper gyors interneten van otthon? Vagy mert okostelefonlapol a zsebembe? Nem hinném. Tudták önök, hogy Edisont képezhetetlennek minősítette a tanítója, mert nem őt, hanem a pókot figyelte, amint az a hálóját szövi a sarokban? Vagy hogy többször sikerült felrobbantani a magát? De ugyanígy Darwint, még 20 évesen is, léha, lassú gondolkodású fiatalembernek tartották, mert csak ült a parkban és bámészkodott. Tovább megyek. Egészen biztos vagyok abban is, hogy nem mondok újat Alfred Nobelről sem, amikor azt állítom, hogy neki köszönhetjük a dinamitot. Viszont tudják önök, hogy ennek a feltalálónak milyen áldozatokat kellett vállalni csak azért, hogy a jövő nemzetéke birtokba tudja venni a vívmányát? Nem tudják? Ő a testvérét veszítette el, miközben a robbanóanyag után kutatott. Úgy gondolom, nem csak a tudomány gyökerei keserűek. Ugyanúgy keserűek a munka, vagy a tanulás gyökerei. Viszont engem személy szerint ezek a példák döbbentettek rá, hogy megéri küzdeni, és megéri kitartani az álmaink mellett. Megéri meghozni az áldozatokat, mert minden kemény munkának van gyümölcse. Bizonyára hallottak már arról, hogy sokkal, de sokkal boldogabbnak tartják magukat az elmaradott országok népei, mint a nyugati civilizált városok polgárai. Kérdezem én,
Nem ellentmondás ez? Ennyi technikai csoda birtokában mégsem vagyunk boldogok? Talán érdemes lenne ezen elgondolkodnunk. És végezetül kérem, engedjék meg, hogy egy angol írótól, Douglas Adams-től idézzek. A tudománynak persze számos csodás eredménye van, én azonban sokkal jobban élvezem a boldogságot. Köszönöm a figyelmüket!